Lengyel és spanyol diákokat és pedagógusaikat látott vendégül az Eötvös Iskola az elmúlt napokban. Az Erasmus Plus pályázat révén meg annyi programot szerveztek az intézményben. Iskolánkban nagyon nagy hagyományai vannak a külföldi utazásoknak. Már a Comenius idejében is sikeresen pályázott a tantestület, és mióta változott a rendszer, és Erasmus Plus néven fut az uniós pályáztatás, aktívak vagyunk. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a lehetőséget, hiszen ez az a terület, ahol kinyithatjuk a világot a gyerek számára, és túlléphetik a gyerekeink azt a határt, hogy úgy közelítsenek a nyelvhez, mint eszközt. Eszközhöz. Nem az a fontos ezekben a projektekben, hogy milyen nyelvi pontossággal, milyen szép kiejtése beszélnek, hanem az, hogy kontaktba kerüljenek a külföldi diákokkal, hogy létrejöjjön a kommunikáció. Már most a projekt harmadik napján látjuk, hogy erős kapcsolatok fognak kiépülni, mindenféle felületeken keresik a kapcsolódási pontokat a diákjaink. A kétanyelvű csoportosok első évfolyamtól hetedik nagyon-nagyon aktívak, és szinte versengés folyik azért, hogy ki melyik projekthez csatlakozhat. És olyan idősávokat is kell hagynunk a diákoknak, ahol szabadon beszélgethetnek, és barátkozhatnak a diákokkal. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy újra vendégeket fogadhatunk. Essen szó a mostani vendégekről, kiket lát vendégül most az Eötvös Iskola, és egyáltalán milyen projekt, milyen témákat dolgoztok föl ez alatt a néhány nap alatt? A projekt címe Sport aktív és egészséges címmel, ahol az iskolai szünetek tudatos használatát párhuzamba állítja az egészséges étkezéssel. És óravázlatokat dolgozunk ki, rövid szünetterveket, játszótéri játékokat osztunk meg egymással, és készítünk egy gyűjteményt. Mind a mellett felhívjuk a gyerekek figyelmét az egészséges étkezésre, és a mi mobilitásunk során a cukor a téma. És bebizonyítjuk, megpróbáljuk érzékeltetni számukra, hogy amit megesznek, az mennyi cukrot tartalmaz, és természetesen visszük tovább a folyamatot, hogy az milyen hatással lehet az egészségükre. Egyébként a pályázat egy úgynevezett kisléptékű pályázat, spanyol és lengyel vendégeink vannak, 8 diák és 4 kolléga érkezett hozzánk mind a két országból, és nekünk is minden egyes programon legalább ennyi gyereket be kell vonni. Én nagyon örülök, hogy minden egyes csoportunk részt vehet, kisebb-nagyobb mértékben, és nagyon látszik a két tanyelvűségünk erőssége, mert míg a külföldi diákok korlátozott óraszámban tanulnak nyelvet, nálunk olyan mennyiségű angol nyelvi behatás éri a diákokat, hogy gond nélkül, és mondhatom azt, hogy az ötödikesek is gond nélkül kommunikálnak, és csatlakoznak a csoporthoz. Ennél fogva, mivel nagyon könnyen kommunikálnak, magabiztosabbá válnak, és már nem jelent problémák az, hogy meg kell szólni angolul. Természetesen a gyerek mentalitásától is függ ez, de ennél jobb lehetőséget arra, hogy lebontsuk a korlátokat, feloldjuk a kis félelméket, nincs. Dorota Loin a lengyelországi partneriskolából érkezett az intézménybe. Hey, my school, we are like a primary school, joined with a huge kindergarten unit, which has like 7 groups. A mi iskolánk egy összetett iskola, hiszen az általános iskolai oktatás mellett egy 7 csoportos óvoda is működik több mint 170 fővel, de az általános iskola részek körülbelül olyan nagyságú, mint a magyar iskola. Abban különbözünk mi ettől az iskolától, hogy nálunk sok a különleges, speciális szükségletekkel rendelkező tanuló, és nekünk alaphitvallásunk az, hogy minél kényelmesebbé, minél élményszerűbbé, élvezhetőbbé tegyük az iskolai életet számukra. So we try to work our best to make them feel comfortable and to make them feel like a part of our community, so they don't feel left out.
Julio La Cruz Souza a spanyol partneriskola vendégeként látogatott el Hajdúböszörménybe. Először is megismerkedtünk más nemzetek tanulóival és tanáraival, illetve megtudhattuk, hogy itt hogy dolgoznak a tanárok és hogy tanítanak. Milyen programok azok, amelyek kifejezetten emlékezetesek, maradandók maradnak számodra? Well, this is the first time we are taking part in an Erasmus program, so it is Dorota, which is the. Nekünk nagyon hasznos most ez a projekt azért, mert Dorota segítségével meg tudjuk tanulni azt, hogy hogyan lehet egy ilyen programot végigcsinálni. Voltak már részt is Erasmus projektnek, de most azt tanulják, hogy hogy lehet tanuljuk, hogy lehet koordinátorként működni. But now we are in a stage in which we are thinking of future plans. Mesélj egy kicsit az iskoládról, honnan érkeztetek, és milyenek ott a gyerekek? Mit tapasztaltatok itt? Mennyire tudjátok hasznosítani az itteni ismereteket? Our school is located let's say farther than the outskirts of Madrid, the capital. Mi Madridtól 30 kilométerre lévő településen lévő iskolából jöttünk, ahol több mint 1500 tanuló van. Egyébként egy olyan középiskola, ahol felsőbb tagozatosok és középiskolások is járnak. What they do is secondary education, compulsory secondary education, that is 2 years before university. The main difference, well, this is a primary school, we work in a secondary school, but there are 2 years which merge together, which is year 7 and 8. Hogy természetesen az épületek között is különbség van. A legnagyobb különbség az, hogy nálunk a legfiatalabb tanulók hetedikesek és nyolcadikosok. A mi tanításunk filozófiája az, hogy kompetenciát fejleszünk, és projekt alapú oktatást végzünk. The acquisition of competences. Takács Evelin az 5-ös, 8-os nyelvvizsgával rendelkező diákja. Számára önfelett volt az elmúlt néhány nap az iskolában. Sokat beszélgettünk, hogy milyen zenéket hallgatunk, meg hogy milyen az iskola, szünetekbe is beszélgettünk. Számodra miért is fontos és hangsúlyos itt az iskolában az angol nyelv oktatása, illetve akár ez az Erasmus Plus-os pályázat? Azért, mert könnyebb a kommunikáció, több nyelven, és így könnyebben meg tudjuk érteni egymást. Könnyebben lehet kapcsolatot teremteni, és így, hogy most van nyelvvizsgám is, így még könnyebb, és ez így pozitív visszajelzés volt a nyelvtudásommal kapcsolatomban. Csóka Nóra örömmel fogadta a vendégeket az iskolájukba, és a lehető legtöbb programon részt vett az elmúlt napokban. A nyelvtanulás is viszont azért jó, hogy van nyelvtanulás az iskolában, mivel azt tudod utána használni, mert ugye olyan szinten használjuk itt az angolt, hogy ezt majd az életbe tudjuk használni. Ezen a héten angol anyanyelvű emberekkel is beszélgethettek sokat, illetve egyáltalán az Erasmus program során azt gondolom, hogy nagyon sok új ismeretre, új helyzetbe kerültetek ti is. Milyen programokon vettél részt ezen a héten, és melyek lesznek kifejezetten maradandók számodra? Szerintem a hétfő lesz a legmaradandó, mert ugye akkor találkoztunk külföldiekkel legelsőnek. Akkor találtunk ilyen kis feladatokat, akkor beszélgethettünk bármiről, így megismerhettük egymást.